Durva antiszemita kirohanás terepelt abban a levél folyamban, mely a Fejér Szövetség aktuális programjára invitálta az érdeklődőket. Október 13-án a helyi és országos szerkesztőségeknek és fehérvári közéleti személyeknek elküldött hírlevél egyik címzetje írásban olyan üzenetet küldött el minden címzetnek, melyben a közösséget, valamint Csárpalkovics András polgármestert és családját is támadta. Az ügyel kapcsolatban közleményt juttatott el szerkesztő is a Fidesz frakció. A székesfehérvári Fidesz frakció és minden jóérzésű városi polgár nevében nyomatékosan felszólítom Juhász Lászlót és a válaszjelölő szervezetet, valamint a Fejér Szövetséget, hogy tisztázzák, némaságok egyetértést vagy csak hanyagságot fejez ki. Mindkét esetben el kell gondolkozni azon, hogy Székesfehérvár közéletében, pláne a közgyűlésben helye van-e a némaságnak ilyen ügyekben. A mi meggyőződésünk az, hogy nincs, áll a közleményben. Tegnap este folyamán, csak késő este érkezett a Fejér Szövetség erről a reakció, bár ott ők elhatárolódnak, meghívónak ettől a részének a tartalmától, de például Juhász képviselő úr, aki a válasz képviseletében a Fejér Szövetséggel karöltve a közéletben részt vesz, és a bizottságokban és a közgyűlésben is képviselteti magát, mai napig nem határolódott el ezektől a kijelentésektől. Várjuk azt, hogy ők is megtegyék a bejelentésüket azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak ezekről a gondolatokról, mit gondolnak arról, hogy ma Székesfehérváron ilyen kirekesztő módon lehet bárkiről, vagy bármilyen közösségről értekezni, akár egy magánlevelezésen belül is. Megkerestük Juhász Lászlót, a Válasz önkormányzati képviselőjét, aki reagált az ügyre. A Fejér Szövetség egy köztiszteletben álló embernek a programjára invitálta a sajtó munkatársait és egyéb magánembereket. Erre a levelező listára feliratkozhatnak magánemberek is, és itt egy magánember, akit jelzem ezúton jelentősen, ami Székesfehérvár, nem is Fehérvár megyei lakos, vállalhatatlan formában reagált erre a levélre. Ez nem a Fejér Szövetséghez tartozó ember, ez egy kívülről feliratkozott magánember tette ezt a megjegyzést, a Fejér Szövetség ebbe teljesen ártatlan. Azt gondolom, hogy minden jó érzésű embernek ettől teljes mértékben el kell határolódni, a válasz független célek nevében és jó magam nevében is ezt teszem. Bor Ferenc, a Fejér Szövetség társelnöke késő este elhatárolódott a kijelentéstől, kizárta az antiszemita kirohanást intéző szemét a levelezésből.